úgy tudom, a nagy testű kutyák érzékelőbb, gyomrúak, igaz ez? Hát ha úgy gondol, ha gyomor, mint egy szervet így külön kiemelünk, akkor azt kell mondjam, hogy igen. A kutyák, a nagy testű kutyák, főleg az ilyen nagyon kifejezetten mély mellkassal rendelkező nagy testű kutyák, azok gyomorcsavarodásra hajlamosabbak. Kis testű kutyákra ugyanez nem igaz, vagy közepes testűek se igaz igazából. Leggyakrabban a német juhász is ettől fölfelé testnagyságban azok, amelyek gyomorcsavarodásban, vagy pedig heveny gyomorkitágulásban szenvedni szoktak időnként. Ennek a megelőzése az egy fontos kérdés nagy testű kutyánál, talán a leginkább sokat emlegetett fontos kérdés nagy testű kutyánál. A néhány alapvetést itt érdemes tisztázni. Az egyik az, hogy a mély mellkasú nagy testű kutyának az etetését azt próbáljuk kétszerre időzíteni, ne egyszerre. És a másik pedig, hogy a mozgatás és az etetést hogyan viszonyítsuk egymáshoz. Először mindig mozgassunk, és utána etessünk, és ne fordítva.